Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat rendkívüli podcastjában. Rendkívüli podcast, rendkívüli helyen, Körmenden vagyunk. Halászcsárdában, ugye jól mondom, Halászcsárdában. És ellenzéki jelölt vitát fogunk folytatni. És most kijöttünk ide a helyszínre, hogy Vas megye a harmadik választó körzetét, avagy Körmend és környékének az ellenzéki képviselő jelöltjeit megnézzük, beszélgessünk velük, és be tudjanak mutatkozni nekünk. A beszélgetésünk közel egy óra lesz, lehet, hogy több is, és akik részt vesznek rajta, Ipkovics György, Szilágyi József kollégám, Bana Tibor, Plava Dániel, én pedig Roznár Gyöngyi vagyok. Amikor elkezdtem erre a műsorra készülni, akkor azt mondtam, hogy igen, ez a kerület, ami arról híres, és köszöntöm a nézőket is, mert élőben is itt vannak velünk, élőben is néznek bennünket, és kérdezhetnek mi is majd tőlünk. Tehát azt gondoltam, hogy ez a kerület, amelyik arról híres, hogy itt van a körmendi kosárlabda csapat, meg itt van az Őrség, meg itt született Rogán Antal, ezek mind fontos dolgok. De aztán mind ennél egy még fontosabb dolog történt, ugye három jelölt, ellenzéki képviselőjelölt készült itt vitatkozni, és kiderült, hogy a harmadik jelölt, a Ipkovics György, pont most tudta meg, hogy ő visszalépett. Úgyhogy most elsőként meghallgatnánk Ipkovics Györgyöt, aki eredetileg az MSZP képviselő... MSZP, LMP, nem az a Dani volt, nem? MSZP-LMP párbeszéd jelöltje volt, és most kiderült, hogy ő visszalép, és akkor megkérem, hogy a mikrofont kicsit emelje magához, és mondja el, hogy mi is történt. Aki nem ismerné Ipkovics Györgyöt, azért azt elmondom, hogy Szombathely polgármester volt több cikluson át, országgyűlési képviselő is volt, és azért indul volna itt Körmend környékén, mert egyébként egy ideje Dörösskén él, ahol régóta van nyaralójuk, és akkor most hallgatjuk Ipkovics Györgyöt. Köszöntöm én is a jelenlevőket is, nézőket is, meg a podcaston figyelemmel kísérő embereket, bennünket. Ma tudtam meg, hogy visszaléptem én is a választási küzdelemtől, az Plepa Dániel jelöltársam javára, úgyhogy most őt fogom majd segíteni, és azért veszek részt a vitába, hogy elmondjam, hogy mik azok a programelemek, amiket elvárok, hogy a jelöltársam képviseljen. Ma hívott fel, elég forgalmas napon volt, helyi pártelnök, Karácsony Gergely, meg az országos pártelnököm, a társelnököm Tóth Bertalan, és hát közölték, hogy kötöttek egy együttműködési szerződést, amelynek tárgya volt több városban a MSZP jelöltjének a visszalépése az Momentum javára. Többek közt én is benne vagyok. Így aztán, mint én egy fegyelmezett pártag vagyok, nyilvánvalóan tudomásul vettem ezt a döntést, és bejelentem most ezennel, hogy visszalépek a Plepa Dániel, dr. Plepa Dániel állatorvos úr javára, és őt, az ő támogatására szólítom fel azt a több száz embert, amelyik aláírta nekem is az ívet itt a gyűjtés során. Én elsődlegesen a körmendi szocialistáknak szeretném a támogatást megköszönni ebbe az egész küzdelembe. Igazán ők maradtak egy kicsit jelölt nélkül az a visszalépésemmel, és már nem először ez a szervezet, ez harmadik alkalommal jár úgy, hogy nem állíthat közös egy saját jelöltet a választás kapcsán. Köszönöm a bizalmat, köszönöm azt az erőfeszítést, amit tapasztaltam az irányukból, és megmondom őszintén, hogy inspirált is az ő támogatásuk abban a nem várt helyzetben, amik ugye a betegségemben való kilábolás segítette elő, feladatot adtak, eleget is próbáltam tenni ennek a feladatnak. Hát így döntött a pártvezetés, én nem vagyok az a típusú ember, aki ezt vitatni szokta, végrehajtam nyilvánvalóan. Tehát én nagyon lelkes támogatója leszek dr. Plepa Dániel jelöltársamnak, és egybe bízom, hogy azokat az általam is megtapasztalt problémákat, gondokat, bajokat, amiket ebben a térségben egyébként valóban megvan, és valóban lehet észlelni, ő felvállalja és viszi tovább a választási kampányt. Nem tudom kihagyni, tegeződni fogunk mindenkivel, mert egy ilyen helyzetben meg kell kérdeznem, hogy zajlik ez? Tehát a pártvezetés odafent
hoz egy döntést, nem megkérdezve konkrétan a jelöltet, és úgy dönt a pártvezetés, hogy lépjen vissza, és akkor ahogy ez egy nagy üzembe kell tennie, végre kell hajtania, amit kérni. És slágvortokban így történt, ahogy szerkesztőasszony elmondta. Én ma reggel még nem tudtam, hogy visszalépek, most már tudom, hogy visszalépek, úgyhogy be is jelentettem fegyelmezett. Ilyenkor nem jut az eszébe az embernek az, hogy felhív valakit, és azt mondja, hogy azt a nektek? Vagy nem jut eszébe, hogy köszönöm, párt ennyi volt? Vagy ez egy természetes dolog, amikor valaki párttaggá válik, akkor ez hozzá tartozik? Én 30 éve vagyok párttag. Én már itt ebben a pártban sok mindent megtapasztaltam. A saját dolgom miatt nem igazán fáj a fejem. Én voltam már polgármester, voltam országgyűlési képviselő is 10 éven keresztül. Tehát nem kergettek engem az asztal körül otthon, hogyha nem vagyok éppen magas beosztásban. Viszont problémákat látok, amiket meg kellene oldani, és eddig nem igazán oldottak meg. Szennyvízelvezetést az apró falvakba, a Rába kérdését, a Csörnöc kérdését, a városi ingatlanok kérdését. Ez majd máskor lesz, én csak azt akartam tőled kérdezni, hogy felhívsz-e valakit ma este, és úgy megbeszéled-e vele, hogy ez mi volt, vagy nem hisz fel senki? Nem igazán érdekel, megmondom őszintén. Hogyha ez a döntés született, nyilvánvaló, nem vagyok az az ember, aki párttámogatás nélkül akar ilyen közdelembe bemenni. Ez nem szépségverseny, itt a pártok versenyeznek egymással. Vagy van mondani valójuk, vagy nincs mondani valójuk. Nekem lett volna mondani való, de bízom benne, hogy azt majd megkérdezik azok, akik ezt a döntést meghozták, hogy abból mit érdemes továbbvinni. Hát biztos, hogy a 50 falu problémája, amelyek a szennyvíz tisztítás hiányával küzdenek, az egy megoldandó probléma. Akár én vagyok a jelölt, akár nem én vagyok a jelölt. A boltok nyitvatartása, az, hogy egy... Na, nem akarom mondani igen, tovább a program. Mert inkább átadjuk a Józsinak a szót, mert erről lesz majd még. Majd alkalom később. Nem most akarok tippet adni az előttek. Van még egy kis kötelezettségünk itt az elején, ezt teljesítjük, és utána lesz majd egy tényleg kötetlenebb beszélgetés. Ugyanis úgy terveztük, hogy az elején a jelöltek bemutatkoznak. Eredetileg ilyen konkrét időhatárban gondolkodtunk, de lehet, hogy ezt most feloldjuk a helyzet miatt. És én nekem... Most az lenne még hozzátok a kérdésem, hogy akkor majd az elején mondjátok el pontosan, hogy akkor most melyik párt kit támogat így pontosan. Én a magam részéről a bemutatkozást ezzel fejeztem be. Jó szereplést kívánok a jelölteknek. De... Ami ugyanarról szól, hogy melyik lesz az a jelölt, aki kihívja a Fideszt. Hát én most már nem leszek az, ez így van. De azt mondtad, maradj itt, és akkor itt még... A program miatt itt maradok, mert vannak gondolataim, és vannak tapasztalataim. Oké. Okay. Akkor most nézzük. Tehát Bana Tibort kit fogja támogatni, ha ő lesz az ellenzéki képviselőjelölt? Ugye erről szeptember 18-tól szeptember 25-ig tudnak... 26-ig, köszönöm, 26-ig tudnak majd szavazni, és tetszett a hely, ahol például Körmenden lehet, a Kis Édes nevű előtt. Szentgotthárdon. Egy nagyon jó hely. Kis Édes. Az egyik törzshelyünk. Kis Édes előtt biztos, hogy lehet Szentgotthárdon szavazni, de akkor... Igen. Több helyen is lehet majd az egyes településeken, és online is. Tehát Bana Tibort most ki támogatja? Így van. Akkor most ezt egybe mondjuk a bemutatkozással? Igen. Jó. Rendben. Akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a helyszínen, valamint a képernyők előtt is. Kezdésként akkor reagálnék erre a fejleményre. Én sajnálom azt, hogy végül nem hárman leszünk jelöltek itt a választókerületben. Azt pedig különösen sajnálom, hogy ez a döntés budapesti füstös szobákban született meg, hiszen azt gondolom, hogy akkor, amikor a választópolgárokat kell képviselni ebben a körzetben, akkor ott a szentgotthárdiak, körmendiek, vasváriak, jánosháziak, őri szentpéteriek és környékbeliek érdekeit kellene nézni, tehát a 127 település lakóinak az érdekeit. Ez úgy vélem, hogy ebben az esetben egyáltalán nem történt meg, ami nagyon sajnálatos. Viszont amit Ipkovics György mondott, hogy vannak olyan programpontok, amik számára fontosak, nos, azt el szeretném mondani, hogy 11 éve parlamenti képviselőként igyekszem képviselni erőmhöz mérten és tudásomhoz mérten ezt a körzetet, az itt élőket, hiszen ide köt minden, itt születtem Körmenden és gyermekkoromtól Szentgotthárdon élek, tehát megvannak azok a fő problémák, programpontok, amelyekkel kapcsolatban konkrét eredményeket is el tudtam már érni, de természetesen, hogyha úgy alakul, és bízom benne, hogy úgy fog alakulni, akkor azokat a javaslatokat, amelyeket akár Ipkovics György megfogalmazza, vagy Plevadánia jelöltársam,
akkor ezeket is képviselni kívánom, és meg fogom hallgatni, hogyha vannak olyanok, amelyek hozzáadnak a térségben élők életéhez, biztos, hogy lehetnek ilyenek, és ez mindenképpen örvendetes. És akkor a pártámogatásra kitérve, és az a helyzet, hogy én az előválasztáson a Mindenki Magyarországa mozgalom és a Közösen Vasmegyért Egyesület támogatásával indulok, valamint a Közösen Szentgotthárdért Egyesület is támogat, és az a célom, hogy végre elindulhasson ez a térség felfelé, hiszen a jelenlegi képviselő 98 óta egyéni képviselője ennek a választókerületnek. Én azt gondolom, hogy most már itt lenne az ideje annak, hogy változás legyen, egy új lendületet szeretnék hozni, és az eddigiek során is igyekeztem képviselni az itt élőket, és ezt meg fogom tenni a továbbiakban is. Én nagyon köszönöm mindenkinek, egyrészt köszönöm feleségemnek, aki sajnos most nem lehet itt személyesen, de követi ezt a vitát, hogy segített. Köszönöm családomnak, köszönöm a kampánycsapatom tagjainak, és mindenkinek, aki akár aláírásával, akár biztatással támogatott, hiszen másfél nap alatt sikerült összeszednem az induláshoz szükséges ajánlásokat, jóval előbb, mint jelölttársaim, ami mindenképpen egy nagyon pozitív fejlemény, és ezt a bizalmat én igyekszem meghálálni az előttünk levő időszakban is, és eddig is alázatosan próbáltam végezni a parlamenti képviselői munkámat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzésértékű, és a legfontosabb az, hogy az itt élőket tudjuk képviselni, értük tudjunk kiállni, és én úgy érzékelem itt Körmenden is, de Szentgotthárdon, Vasváron, Jánosházán, Őriszentpéteren és a kisebb településeken is, hogy nagyon sokan szeretnének változást, és ehhez pedig támogatják azt a jelöltet, akinek a legnagyobb esélye van ahhoz, hogy ezt a változást elhozza, és arra majd még visszatérek a későbbiekben, hogy mind a visszajelzések, mind a közvéleménykutatási adatok egyértelműen mutatják, hogy én lehetek ez a jelölt, úgyhogy itt szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni a támogatást, a bizalmat. Azért mondjuk ki annak a jelöltnek a nevét, akivel majd meg kell küzdeni az ellenzéki képviselőnek, ugye V. Németh Zsolt, aki már jó ideje képviseli ezt a térséget a Fidesz színeibe. Azon kívül pedig, lehet, hogy azt nem említettük, de Ipkovics György is utalt már rá, hogy aki megnyeri ezt az ellenzéki előválasztást, az természetesen amögé beáll mindenki az ellenzék részéről, és az lesz a közösen támogatott jelölt. Tehát elméletileg, ha vannak is viták az előválasztásig, amikor az eldőlt, akkor mindenkinek az ellenzék részéről azt az egy embert kell támogatnia, aki elnyerte az előválasztáson a szavazók bizalmát. És akkor most Pleva Dániel, akkor nézzük meg, ki is támogatja, ki mindenki támogatja őt, és ő mit szeretne elmondani. Köszönöm szépen. Aki most kicsit nehéz helyzetbe került, igen. Hát egy hangyányit, igen. Köszönöm szépen. Én üdvözlök mindenkit, aki jelen van, és azokat is, akik a monitorok előtt követik ezt a műsort. Dr. Pleva Dániel vagyok, kutatóállatorvos, és ez életem első politikai vitája, és hogy hadd mondjam el, hogy olyan helyzetbe kerültem már is, amiben szerintem nálam gyakorlatabb emberek is ritkán kerülnek. Én a bemutatkozásom elé szeretném egy kicsit azzal kezdeni, hogy hadd szóljak Dr. Ipkovics Györgyhöz. Nagyon szépen köszönöm a támogatását, és hogy ezt ilyen emelt fővel viseli. Én most délig fogalmam sem volt erről a helyzetről. Nekem a... Nem, tényleg, úgyhogy én is úgy készültem egy hármas vitára, hogy kitől mit szeretnék, én is még így feküdtem le aludni. Ma a diplomaosztóm után bekapcsoltam a telefonomat délben, és három nem fogott hívásom volt már a pártközponttól, és szóltak, hogy ez a helyzet. És az az igazság, hogy kicsit nekem is rohanós napom volt, úgyhogy ide érjek. És én nagyon sokat pultoztunk, meg kampányoltunk együtt, úgy érzem, sokat beszélgettünk. Én nagyon örülök, hogy megismertelek, Gyuri, tényleg. És ezt nem csak azért mondom, ez kamerán kívül is ezt mondanám. És hogy amiket a programodról is meséltél, mert azért beszéltünk arról is bőven, én tényleg támogatom. Ezek nagyon fontos pontok, amiket emlegettél, a csatornázástól elkezdve a vadvizeinkig. Ezek mind olyan dolgok, amiket én is nagyon szívesen vállalok és képviselek. Úgyhogy én is mondom, meglepődtem, és kicsit csalódott is vagyok, hogy ez a vita nem úgy alakult, ahogy terveztük. Én ahogy megismertelek, én tényleg tudom, hogy korábban is, tehát polgármesterként is nem kis dolgokat vittél véghez a városodban, és hogy azóta is hogy így egy emblematikus figurája vagy a megyének, és legköszönöm szépen a támogatásodat. Spoiler. Az ott marad, persze.
Az az érzésem, hogyha itt mi itt helyben szépen megváltanánk a magyar politikát, itt szépen elbeszélgetnénk egymással, mindenki elismerné a másik érdemeit, komolyan is gondolná, valahol feljebb romolhat el a dolog valószínű, igaz? A személyes megszólítatás okán akkor valóban így van. Hát mi nem egymásnak vagyunk ám az ellenfelei, ezt azért tisztázni kell rögtön az elején. A mi ellenfelünk a Fidesz lesz majd. Most azt kell kiválasztani, azt az embert közülünk, vagyis hát most már közületek, akit úgy értékelnek a választók, hogy a leghatékonyabban tudná leküzdeni a Fideszt és az általa képviselt politikát. Erről szól ez a történet. Dani, amit elmondott, az teljesen így, egymás mellett standoltunk, én aláírtam az övét, ő aláírta az enyémet, elbeszélgettünk egymással, átmentem a Banatibihez is, ott vele is, sőt, elmentünk együtt kávézni, meg a jóisten tudja, miket csináltunk. Ne részletezzük ebben a bonyolult világban. Közben, tehát nem veszekedtünk, ezt akarom az egészből kihozni, hogy ez nem marakodás volt. Nyilvánvalóan mindenki máshonnan fogja meg a problémákat. Tibor országgyűlési képviselő volt több mint 10 évig. Én is az voltam egyébként több mint 10 évig a megyei képviseletében. Tehát nekünk tudjuk, hogy mik történnek a parlamentben. Dani állatorvos a szakmából érkezett, de ő is látja a gondokat. Tehát nyilvánvaló, hogy ebből gyúródik majd össze az a program, ami itt elhangzik, amit a győztes majd képviselni fog a Fidesz-szel szemben. Nagy dolgoktól kezdve, országos dolgoktól kezdve, egészen a faluk, kis apró falvak települések problémájáig. De ez a vita ezt a cél szolgálja, hogy mindenki odafigyeljen a másikra, és majd a győztes, akit a közönség kiválaszt közülünk, vagy közülük, most már az lesz az, aki ezt viszi tovább, és országgyűlési választási program. Én vagyok az, akinek mindig el kell venni a szót, mert a Dani nem mondta el, hogy akkor ki mindenki van mögötte. Igen, még egy pár szót szólnék magamról is. Igen, nyugodtan, így van. Bocsánat, hogy itt lopom az időt. Semmi gond, ez a helyzet hozta dolog. Igen, ez egy nagy... Tehát fejezd be nyugodtan. Nagyon szépen, igen. Köszönöm. Tehát dr. Pleva Dániel kutatóállatorvos, és ma vehettem át a doktori oklevelemet az évnyitón, és azzal a megtiszteltetésért, hogy felkértek, hogy én mondhatom majd az esküt az évnyitón, ez pár hete történt. Majd ezen a héten telefonáltak, hogy mégsem szeretnék, ha én mondanám, mert lehet, hogy Palkovics miniszter úr is ott lesz, és hogy nem szeretnék, hogy mikrofonnal egy teremben legyek vele. Ezt így nem mondták, de szóval mégsem mondhattam én az esküt. Politikai diszkriminációért. És én pont ezzel emiatt kezdtem politizálni, hogy ne legyen az, hogy valakit a politikai nézetei miatt bármilyen hátrány érhet. Ez egy kicsi hátrány, de ennél sokkal súlyosabb dolgok is történtek már emberre, pusztán azért, mert esetleg más politikai nézetei voltak, vagy útba volt valakinek, akinek jobb politikai nézetei voltak, és én ezért kezdtem politizálni, hogy ezt Magyarországon megváltoztassuk, és ezzel ellen szeretnék ezután is küzdeni. Amúgy a családom története egy tipikus vasmegyei család története. A szüleim a rendszerváltásban nem találtak itt munkát, itt a vidéki Vasmegyében, amúgy egész családom idevalósi, és ezért ők Győrbe költöztek. Én viszont egész életemben itt szerettem volna, minden szabadidőmet itt töltöttem, és ezután is itt szeretném. És az egyetem elvégzése után tudtam ezt így stabilan visszaköltözni, stabilabban. És még 2005-ig én a Bajánsonyi Általános Iskolában szerettem volna tanárként dolgozni, tanárnak készültem, akkor zárták be az iskolának a felső tagozatát. Tehát, hogy így azok a tervek, amiket gyerekkoromban így dédelgettem, hogy milyen jó lesz majd itt, ezek ugye így egy pillanat alatt elporlattak, és ezért végül is hosszabb úton állatorvos lettem. És most, hogy szeretnék ugye én is elkezdeni az életemet, családot alapítani, ilyesmi. Most látom, hogy milyen nehézségek állnak a fiatalok előtt. Tehát, hogy milyen nehéz itt a vidék vagyonyében egy megfelelő otthon találni, megfelelő munkahelyet találni, a gyerekeknek megfelelő iskolát találni. Ugye miatt egy petíciót is nyitottam a vasvári középiskola újranyitásáért, ami ugye tavaly húzta le véglegesen a rolót. És szeretném, hogyha... És ezeken a problémákon szeretnék változtatni itt a körzetben. Ugye a családom révén az idősebb korosztálynak a problémáit is tapasztalom, hogy több mint 10 000 embernek nincsen házi orvosa itt a körzetben, csak helyettes házi orvosa, hogy nagyon sok településen nincsen bolt, nincsen megfelelő élelmiszerellátás, és ezeken is szeretnénk változtatni. Én egy 8 fejezetes programot írtam csak a kerületre, ugye ezt a Facebook oldalon már közzétettem, de majd a
honlapjainknál is lehet még olvasni az választásig, hogy pontosan mit is képzelek el. Nagyon szívesen beszélek is róla, majd egy következő blogban. Köszönöm szépen. És akkor kik azok, akik támogatják Pleva Dánielt, hogy lezárjuk ezt a dolgot? Segítség. Mindig visszatérek rá mindig, igen. Hát a családom, a barátaim. És a pártok részéről. A Momentum jelöltjeként vágtam bele az előválasztási küzdelmekben, és ezután a Demokratikus Koalíció is beállt mögé, nekik nem volt saját jelöltjük, vagy hát ott is volt már egy kavarodás. Kiszerettek belőle most. Aztán most az MSZP párbeszéd is, és egy-két hete az Új Világ Néppárt is beállt meg, én ugye a Pálinkás József pártja. Úgyhogy... Igen, nekik nem volt másik jelöltjük. Volt, de nem indult el végül is. Van a Tiboréknál egyértelmű, hogy ki lenne a miniszterelnök jelölt, ugye Márki-Zay Péter. Itt még folyik a... Hát én személy szerint Fekete Győr Andrásra fogok szavazni. Úgyhogy... Mint Momentumos, azt szeretné. És most Józsi parancsol. Én csak egy kis praktikus információkkal szeretnék közben itt szolgálni. Egyrészt, és akkor ezzel talán itt ezt az egész visszalépés történetet lezárhatjuk, hogy az országos sajtó hírei szerint 5 városban történt ilyen most, ma. Hogy Momentum és MSZP visszalépések történtek. Talán Gyuri, te tudod is, hogy melyik város, nem tudom. Én azt hiszem, el tudom mondani. Parancsolj, utána, Dani. Én megpróbáltam utána járni. Tehát én, ha jól tudom, ma délig lehetett a szavazólapokon módosítani, és ezért ma délig kellett még az utolsó mozanatok. Én is mondom, ma délben tudtam meg. És ezért Győrben a Momentum jelöltjét támogatja az MSZPP, Debrecen 1-es körzetben a Momentum jelöltjét támogatja az MSZPP, és Vas megye 3-asban a Momentum jelöltjét támogatja az MSZPP, míg a Momentum Orosházán és Székesfehérváron lépett vissza. Tulajdonképpen akkor lezárultak a pártokon belüli egyezkedések, és valószínű, hogy aki most már maradt, az véglegesen marad az előválasztásig, valószínű. De hát röviden reagálhatok itt az hangzottakra. Köszönöm szépen. Egyrészt gratulálok a doktori címhez. Másrészt szerintem az... Köszönöm, hiszen nálam is folyamatban van a feleségem is, csinálja a doktoriát, meg magam is, úgyhogy bízom benne, hogy minél előbb sikerrel vesszük ezt az akadályt is, és annak megörülök, amire Gyuri is utalt, hogy tényleg a 21. századi vitakultúra keretein belül maradtunk mindig, sőt, nagyon jó hangulatban kávéztunk ott Szent Gotthárdon, amire utaltál, a Terasz nevű helynek a teraszán. Úgyhogy így igaz, bár szerintem azért senki nem botránkozott meg ezen az eseményen. De visszatérve, szóval, ami szerintem nagyon fontos, hogy azért itt az elmúlt évekre, hogyha visszatekintünk, akkor szerencsére azért tudtam olyan eredményeket is itt a választókerületben elérni, amelyek nagyon fontosak, akár a Gotthárdi templomnak a felújítása kapcsán, a katolikus barokk templomra gondolok, reformátusként is fontos volt számomra természetesen ez az ügy, vagy éppen a Felsőszölnök két völgy összekötő útnak a fejlesztése, és hát tegnap pedig történt egy örvendetes esemény, mert egy tajvani delegáció látogatott el Szent Gotthárdra, akikkel konkrét munkahelyteremtési lehetőségekről tárgyaltunk angol nyelven. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is mindenképpen előremutató a jövőre nézve, és hát ebből is látszik, hogy azért ellenzékből is lehet eredményeket elérni, még hogyha nehéz is. Egyébként azt gondolom, hogy 3 kérdést kell feltenni akkor, amikor az ember elmegy szavazni és dönt arról, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt, akit támogat, és ki legyen a képviselő jelölt, vagy hát persze lehet többet is, én 3-at gyűjtöttem össze ezek közül, ugye Gyöngyi is említette, hogy Márki-Zay Pétert támogatom miniszterelnök jelöltként. Az egyik ilyen kérdés szerintem, hogy ki lenne a legjobb képviselő itt a választókerületben. Én azt gondolom, hogy a 11 éves parlamenti tapasztalatommal alkalmas lennék arra a feladatra, hogy megkapjam a lehetőséget arra, hogy egyéni képviselőként szolgálhassam az itt élőket. Hiszen én a politikára mindig szolgálatként tekintettem, ez nagyon fontos. Az a feladat, hogy az itt élőket, mind a 127 település lakóit segíteni tudjuk, és azokat a fejlesztéseket előre vigyük, amelyek fontosak az egyes településeken. A másik kérdés az, amit szerintem fel kell tenni, hogy van-e támadási felület a jelölttel kapcsolatban. Nos, azt gondolom, hogy ez a körzet ilyen szempontból szerencsés helyzetben van. Nem mindenhol van ez így, de itt, hogyha 3-an lettünk volna akkor is, meg így 2-en, Dániellel is, azt gondolom, hogy azért egyikünk ellen sem merülhet ez fel, és azt biztos mondhatom, titkos, hogy sem közéleti, sem magánéleti szempontból az esetemben ez nem merülhet jaktok fel. Jaktok. Igen. Ugye sok minden eres lehetne. Eres csatornák, igen. Igen, igen. Szóval ez szerintem nem fog felmerülni, és helyes is, hogy ez így van. A harmadik pedig, hogy ki tud nyerni, tehát kinek van a legnagyobb esélye.
a jelenlegi kormánypárti képviselővel, Vénémet Zsolttal szemben, és a visszajelzések alapján, meg az AVEC Research által még márciusban végzett közvéleménykutatás alapján is látható az, hogy erre nekem van a legnagyobb esélyem. Ez nagyon fontos számodra, Tibor, látom, mert már másodszor hivatkozol erre a közvéleménykutatásra. Én ezt nem láttam, és nem tudom, ki szerepelt benne, de akkor most mondd, ki szerepelt benne, és milyen eredmény. Ugye ezt akkor egyszer még a nyugaton szerintem jelent is meg erről. Igen, néhány gondolat annak idén. Ugye ez még márciusi, tehát azóta változhatott a helyzet, de ez úgy nézett ki egészen pontosan, hogy felmérte a három jelöltet, akinek a neve akkor már benne volt a kalapban, akik Dani, indulhatnak. Így a van. Tiéd és a Gyurié. Igen, és Gyurié. És kijött a közvéleménykutatás kapcsán, hogy az egész körzet tekintetében 81%-os az ismertségem, ugye a városokban 90% felett, és hát Szentgotthárdon, ahol lakom, nem meglepő módon majdnem 100%-os. Egyébként a diplomások és a 30-as, 40-es korosztály támogatott leginkább, de én biztatok mindenkit, tehát más korosztályokat is természetesen, meg más iskolai végzettségüket is, gyakorlott politikus szól Tiborból, nagyon. Igen. És hát Gyuri esetében az volt a helyzet, hogy neki ennél kevesebb volt, de azért egy mérhető kategória, Dániel esetében pedig ez jóval alacsonyabb, de ami a legfontosabb, és akkor erre hegyezném ki, mert nem szeretném végigmondani az egészet, hogy Szentgotthárdon már akkor vezettem Vénémet Zsolttal szemben is. Ez egészen pontosan azt jelentette, hogy 1% ponttal 42-41 arányban, de vezettem. József, én úgy érzem, hogy azóta ez bocsánat, még hát ez érdekes, ugyanis a közvéleménykutatások alapján és a politikai, hogy mondjam, sajtóban ezt a választókövetet, és ezt azért is mondom el, hogy milyen nehéz dolguk lesz itt az ellenzéki jelölteknek, és hogy milyen kemény feladat áll előttük. Ugyanis ez az a választókerület az országban, ahol a legkisebb esélyt adnak az ellenzéki győzelemhez. És hogyha visszagondoltok arra, hogy Tibor már említette, de 98 óta folyamatosan Vénémet Zsoltot választja meg ez a választókerület. Ugye korábban az 5-ös választókerület, most 2 ciklus óta 3-as választókerület. És mindig, amikor még két fordulós volt az országgyűlési választás, akkor már az első fordulóban nyert, ugye 50% fölötti eredménye. De volt neki 70-80%-os eredménye is, tehát elég érdekes dolog van itt. Én akkor hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mi ennek az oka? Miért lehet ennyire? Kezdjük akkor Danival. Igen. Egy még Tibornak a közvéleménykutatására, bocsánat, csak mert... És akkor válaszolni majd a kérdésre is, hogy én márciusban kezdtem a kampányomat, és akkor engem ez a közvéleménykutatás 1%-ra mért, ami hát valószínűleg akkor a mi utcánkban is megkérdeztek valakit, mert máshogy akkor még tényleg nem nagyon ismerhetett engem senki. És azóta viszont fél éven át nagyon keményen kampányoltunk, rengeteg településen megfordultunk, nagyon sok órát fetszöltünk bele, és úgy érzem, hogy volt is ennek értelme, mert nagyon sok emberrel tudtam beszélgetni, nagyon sok embernek a problémáját tudtam meghallgatni, és ezeket mind bele tudtam építeni a saját terveimbe, a saját ötleteimbe. 120 település nagyon nehezen lát át az ember, tehát ez egy hatalmas terület, és ezért fontos szerintem minél több emberrel beszélni, de több emberhez eljutni. És azért egy ilyen közvéleménykutatás nagyon sokba kerül. Tehát, hogy nekem a teljes kampányköltségvetésemből nem jönnek ilyen közvéleménykutatás megrendelése az AVEC-től, ezt így sajnos tudom. Úgyhogy mi ilyenekre nem tudtunk költeni, és nem tudom most megmérni, hogy éppen hány százalékos az ismertségem vagy a támogatottságom, de minden esetre szerintem azért már bőven túlléptem az 1%-ot. Akkor hadd kérdezzek meg valamit, mondtad, hogy nemrég... Csak kérdezek valamit a Danitól, és neked adjuk át a szót, Gyuri, jó? Tehát, hogyha a kampányról beszélünk, akkor meg kell említeni azt a bizonyos médiahekket. Ugye van a Vasnépe című napilap, ami nem nagyon foglalkozik ellenzéki politikusokkal, vagy nem úgy, ahogy mert kormány közeli a hangvétele, és ugye te ott végrehajtottál egy kis médiahekket, mert ha jól tudom, a házassági hirdetés rovatban jelentettél meg egy cikket, hogy párt keres egy, hogy is hangzott? Párt keres egy párt, nem. Hát arról volt szó, hogy én gondolkodtam, hogyan lehetne eljutni esetleg kormánypárti olvasókhoz is, vagy olyanokhoz, akik olvasnak internetet, és akkor a Vasnépe, hát hivatalosan még 37 ezer példány megjelenik, valószínűleg ez már azért valahol alacsonyabb. 10 000-vel. Én is már idén azt hiszem, ez új, de hogy akkor gondoltuk, hogy jó lenne oda bejutni, de hát ha most én egy hirdetést adnék fel, valószínűleg nem adnák le.
és ezért egy ilyen társkereső hirdetés jellegű hirdetést adtunk fel, hogy hát leírtam az adataimat, most nem mondanám el, hány kiló vagyok, és állatorvos keresi azt, akinek a választottja lehet, és szeretnék minden momentumot megélni veled, és hát nagyjából erről szólt, meg a szlogenemet is próbáltam kicsit belerejteni, ezt a kimondani, megoldani, levadani. Szóval így mi... És jöttek jelentkezők? A Vasnéphez érkeznek be a levelek, és még egyes se küldtek tovább, szóval lehet, nem tudom, hogy nem szeretnék tovább küldeni, vagy tényleg nem írt senki, ez is lehet. Aha, értem. Hát akkor ez egy félig sikerült akció volt, mert a MediaHack sikerült, pár ajánlatok nem jöttek, és akkor most Gyurinak meg... Csak röviden annyit, hogy nem szabad fétisizálni a közvélemény kutatás adatait, sőt időnként még a korábbi választás adatait se, mert ezt így tettem volna, akkor én szombaton semmiki nem lennék, messzire futottam volna még a feladat elől is. Dolgozni kell, megtalálni a problémát, és akkor lehet változtatni a megítélése. Szombathely, én 1990 óta veszek részt a demokratikus több párti választásokon. Az első választáson úgy fenekeltek bennünket, hogy két fenekű dobot, és szerintem a negyedik körül lettünk, 8%-os eredményi, még most se vagyunk talán olyan rosszak. Aztán, amikor polgármester lettem, meg 50% fölött kaptam szavazatot, úgyhogy én nem változtam, és jót annyit sem. A helyzet változott, az igény változott, általában a közvélemény változott az ember megítélésében. Volt olyan szociológus vagy kutató ember, aki ilyenekkel foglalkozott, aki egyenesen nem tudván magyarázni a helyzetet, azt mondta, hogy anomália vagyok, kész. Neked nem lett volna szabad szombatén polgármesteres választást nyerni. Kész. Ennek ellen elnézést kértem, ez van. Tehát a feladatot szabja meg általában ez a közvéleménykutatás, hogy hol kell erősíteni, hol érdemes ráfigyelni, ennyiben hasznosak. A másik az, hogy végül is itt nem arról szól a következő választás, hogy ki mond jobb programot, meg jobb technikákat a Fidesznél, hanem kiváltja le a Fideszt, azt a Fideszt, amelyik ki akar menni az Unió. 10 éve szidja az Uniót, azt, ahol mi lakunk, ahol az emberek munkát vállalnak, ahol átjárnak dolgozni, el akar szakítani, ki akar vinni bennünket Azerbajdzsán felé a felé. Ki tud olyan gazdaságot csinálni, ami nem a urambátyám pacsizás alapján működik, hanem valódi versenyhelyzet alapján. Tehát ezeket az országos dolgokat ki a haszonélvezője a választó közé, és ki nem van haszonélvezője. Hát nyilvánvalóan, aki haszonélvezője, én hiába beszélek akármit, az nem fog rám szavazni. De aki ezen változtatni szeretne, azt kell megnyernünk, és annak tudunk olyat mondani, ami esetleg megfordítja ezt a trendet, vagy ezt az eddigi eredményt. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem még élőben van az a kérdésem, amit feltettem az előbb. Meg közben azért még azt, hogy az elején itt elmondtam, de akkor még sokan nem voltak, hogy lehet tőlünk kérdezni. Neten keresztül is, mert én nézem, ha jönnek, akkor közben. Csak nálam aki nem itt látszik. Itt vannak a helyszínen, itt a segítőnktől kaphatnak tollat, papírt és írásba kérjük akkor a válaszokat, és felfogjuk, vagy kérdéseket, és fel fogjuk olvasni majd őket. Oh. Jó, tehát a fiatal embert kell ezzel keresni. Ha már én, hadd kérdezzek valamit, ugye szó esett Szombathelyről, ahol a Gyuri polgármester volt, és aztán úgy döntött, hogy igen, hogy itt ebben a körzetben lenne országgyűlési képviselő Tibor. Először Szombathelyen és környékén szeretett volna, és a kampányát úgy is indította. És egyszer csak történt kampány közben egy váltás, és átjött az első körzetből a hármas körzetbe. Hogy van ez? Az ember otthon ül este, gondolkodik, mégsem Szombathely, inkább Szentgotthárd és környéke, megnézi a kutatásokat, valakivel elbeszélget, taktikázik egy kicsit, szóval hogy történt ez a dolog? Igen, köszönöm a kérdést. Igazándiból volt valóban ilyen elképzelés, hogy a szombathelyi választókerületben induljak, de hozzáteszem, hogy most jelen pillanatban ezt már utólag úgy értékelem, hogy bele sem kellett volna menni ebbe a dologba. Én nagyon negatívan szemlélem az ottani eseményeket az előválasztással összefüggésben, és ezért is szálltam ki én az ottani kampányból. Hát túlságosan elment egy személyeskedő irányba, ami szerintem semmiképpen nem szerencsés, és én bízom benne, az eddigi tapasztalatok egyébként ezt mutatják, hogy ebben a körzetben ez nem merülhet fel, hiszen abban mindenképpen csatlakozom az Ipkovics Gyuri által elmondottakhoz,
hogy itt mégiscsak arról van szó, hogy ki lesz majd a fideszes képviselőt. Így van, tehát az ellenzéki jelöltek között megjelentett sajnos a szombathelyi körzetben, ami szerintem semmiképpen nem szerencsés, nem segíti a kormányváltásnak az esélyét sem. Én azt gondoltam, hogy ott az ellenzék számára tudnék segítséget nyújtani, de végül is mégiscsak ez az otthonom, itt Körmenden születtem és gyermekkoromtól itt élek, úgyhogy azért utána olyan nagyon sokat nem hezitáltam azon, hogy ismét, hiszen három alkalommal már indultak ebben a választókerületben, itt mérettessem meg magam. És amit ugye Józsi mondott, tehát 80% azért nem volt, bár ez a nyugatos kommentekben is meg szokott jelenni, hogy itt úgyis 80%-kal nyert. Olyan volt, így van, de 70,77% 2010-ben, amikor ugye nagyon nagy győzelmet aratott először a Fidesz, tehát akkor indultam én először. Viszont ami pozitív, hogy ugye nem a legrosszabb, hanem a második legrosszabb ilyen szempontból ez a körzet, a 105. De azért választásról választásra jobb eredményt tudtam elérni, és egészen pontosan múltkor például 2018-ban Szent Gotthárdon ez már 42%-ot jelentett, nyilván a választókerületben pedig összességében a 30%-ot tudtam súrolni. Én azt gondolom, hogy most azért jobb a helyzet, és pozitívabban állok ehhez, és ha már utaltam erre a közönkutatásra, szerintem az is nagyon fontos azért, és ezt érdemes kiolvasni ezekből a kutatásokból, meg a visszajelzésekből is, hogy megszólítsuk azokat a szavazókat is, akik azért nem kötődnek egyértelműen valamelyik párthoz, hanem bizonytalanok, vagy adott esetben kiábrándultak a kormánypártokból, vagy éppen még vacilálnak, hogy hova szavazzanak, mert például én Gotthárdon úgy tudok 1%-ponttal 42-41 és ugye a bizonytalanokat beleszámítva vezetni, ami szerintem ennél már jobban áll azóta, hogy közben sajnos ott még 47-36 a Fidesz ellenzék arány. Tehát magyarul azért a fideszes szavazók közül is vannak olyanok kormánypárti oldalról, akik legalább egyéniben elmozdulnak ebbe az irányba. Meglátjuk, hogy ez majd hogy fog alakulni jövő tavasszal, de mindenképpen. Az előző kérdésem volt. Csak egy kommentet akartam. Hogyan, mi az oka, csak egy kommentet szerettem volna felolvasni, mert valaki azt írta, hogy azt szerette volna, ha nem a háttéralkukból derül ki majd, hogy ki lesz az jelölt, mert azt ígérték, hogy a nép dönthet majd, hogy ki a legalkalmasabb. Én csak olyan jelöltnek szurkolok, akit nem háttéralkok juttatnak a parlamentbe. Azt hiszem, Banna Tibor kedvelő lehet nagyon az illet, mert azt írta, hogy hajrá, Banna Tibor. Hát ez kénytelen vagyok. Szerencsére sok hasonló pozitív visszajelzés érkezett hozzám az elmúlt hónapok során. A kampánystáb nem alszik, részem van. Nem, hát szerencsére azért itt a körzetben nagyon sok támogató van. Ennek örülök. Mondjad, Józsi. Köszönöm szépen. És akkor a Dani jön. Már azt mondják a nélkülemezőti kérdésre. Bocsánat, hogy eltereltem akkor róla a szót, hogy miért, ez a, miért ennyire nyerhetetlen ez a körzet az ellenzéknek a statisztikák szerint, ugye ez volt a kérdés. Igen. És én azt gondolom, egyrészt, hogy egy kicsit jót is mondjak végre a pártokról, ugye a Momentumban egy nagyon jó szakmai stáb áll mögöttem, akiket például ilyen statisztikákról is meg tudok kérdezni. A mi méréseink szerint is ez a 106. legnyerhetőbb körzet. És én azt szoktam mondani, ezt meg ott hátkének is nyilatkoztam, hogy azért buzítok mindenkit arra, hogy a 106. legnyertőbb körzetben is segítsen kampányolni és dolgozzon, mert ha ezt megnyerjük, akkor mindent megnyerünk. Tehát ez egy szignifikáns pont lesz majd a választásokon, hogy a 106. legnyertőbb körzetben az ellenzék mennyit javít, ne adj Isten nyer is. Bocsánat, csak annyit, hogy Szombathelyen van politikai, nem is tudom, minek mondják, legenda vagy valami, hogy ami Szombathelyen történik, az történik később az országban is. És akkor most úgy látszik, hogy már ez a körzet lesz akkor a jós körzet. Bízunk benne. Vagy... És akkor, hogy miért van ennyire, miért erős ennyire a Fidesz? Illetve V. Németh Zsolt, igen, személyesen. Szerintem ennek szociológiai háttere is van. Tehát, hogy ebben a körzetben nagyon sokan voltak az előző rendszer kárvallottjai. Tehát sok ember kapott kárpótlást a rendszerváltás után. Nagyon sok antikommunista volt itt a körzetben. És ők ugye első két választáson az SZDSZ-t támogatták, utána pedig az MDF, majd a Fidesz lett végül is nekik így a szimpatikus párt. Ugye ez egy aránylag konzervatív, vallásos körzet, vidéki. Igen, sok nemzetiségi van, bár azért ott például a nemzetiségi falvakban, például Momentum most Orrfalun volt a legerősebb az egész megyében, az európai parlamenti, meg a megyei választáson is. Szóval én ebben látom, hogy egy ilyen konzervatívabb körzetet kell megszólítani, és szerintem az is benne van, hogy már V. Németh Zsoltnak a bajszát 23 éve nem is igazán akarta senki megrángatni. Én ezt érzem, hogy őszinte legyek. És tudom, ezzel vitatkoznék erőteljesen. Én nem akarok ezzel senkinek a
a Nimbuszával lépni. Tehát én tudom, hogy Tibor biztos nagyon sokat dolgozott itt, de hogy a összességében országosan ez a körzet sose kapott nagy figyelmet. Mert úgy voltak vele, hogy hát nem ez lesz a billegő körzet, ami majd eldönti az 50%-ot. Erre a Fidesz sem áldoz sokat. Tehát a Fidesznek is sincsen erre. Nagyon sokan, nekik már úgy van egy beállított jelöltjük, akit mindig megválasztanak. És hogy én most arra is vállalkoztam, hogy ebbe a körzetbe minden településre vigyük el az ellenzéknek a hírét, az ellenzéknek a programját, az ellenzékben rejlő lehetőséget, és az, hogy lehet váltani. És ugye most egyre nehezebb, én ezzel kicsit szembe mennék a Tibornak az állításával, hogy jobb helyzetben lennénk, mint valaha, mert nincs szabad média, a nyugaton lehet még eljutni ugye szabad hírekhez, de ugye sok embernek nincs internete, de rengeteg faluban nincsen szélesávú internetellátottság, valahol mobilhálózat sincsen. Tehát, hogy aki meg a Vasnépét olvassa, az az én hirdetésemen kívül csak azt fogja látni, hogy minden fantasztikus, ami most megy, minden jó, ami most megy, és ellenzék akar, az meg egy kabaré és egy nagy rakás, büzlő, tudja, ami. Igen, okay. Akkor viszont erre a részére azért hadd reagáljak én is, hogy miért is van ez, mert valóban erre a kérdésre én is szeretnék néhány gondolatot mondani. Tehát tényleg nehéz körzetről beszélünk, ez egyértelmű, és a média viszonyokat meg kell nézni, tehát azért ahova csak a Vasnépe jut el elsősorban, és az úgymond közszolgálati adót nézik, ott sajnos sokkal nehezebb felvenni a versenyt. Ezért is jó az, hogy most a Nyugat lehetőséget biztosít erre a vitára, hiszen így a választókerületben sokakhoz eljuthat ez a jelölti vita is. És hát én is azt tapasztalom, hogy a falvakban ilyen szempontból még nehezebb, főleg, hogy 98 óta regnál a mostani képviselő, és azért neki van egy olyan hatalmas helyzeti előnye, hogy mindent át tud adni, ugye, mint választott egyéni képviselő, és ezt próbálja úgy csomagolni, mintha ő hozta volna a pénzt. Tehát nagyon sok esetben ez úgy jelenik meg a helyiek számára, és sokszor sajnos a polgármesterek is, tisztelet a kivételnek, mert szerencsére vannak, de a polgármesterek egy része is próbálja ezt úgy közvetíteni, mintha csak akkor jöhetne támogatás, amennyiben V. Németh Zsolt marad a képviselő. Most hát ezen mindenképpen változtatni kellene, és ahogy azt Dani is mondta, itt valóban azért a jobb oldal mindig erősebb volt úgy összességében, tehát most nem a Fideszre értem, összességében a jobb oldalra, hiszen a Fidesz már el is fordult attól, amit szerintem ténylegesen jobb oldalnak nevezhetünk, mert még korábban egy jobb-közép-konzervatív párt volt, még jóval korábban, hát most már nagyon kimentek ők a szélre, és elképesztő dolgokat művelnek. És azt gondolom, hogy itt igenis azok a jobboldali hiteles jelöltek, mint miniszterelnök jelöltként Márki-Zay Péter, és remélhetőleg én magam is meg tudjuk szólítani ezeket a szavazókat, és be tudjuk őket csatornázni, és így el lehet azt érni, hogy meglepetés szülessen ebben a választókerületben, és végre elindulhasson ez a térség felfelé. Amikor arról beszélek, hogy sikertörténetet szeretnénk írni, ez a szlogenem, írjunk sikertörténetet, akkor a térség sikertörténetéről beszélek, és nagyon ráférne már erre a vidékre ez az előrelépés. Miért gondoljátok azt, hogy most esély van és lehetőség van arra, hogy V. Németh Zsoltot megszorongassa az ellenzék, leváltsa az ellenzék? Tehát miben változott a helyzet, vagy miben tudtok mást mondani, mint eddig? Gyuri, kezdheted, igen. A mikrofont légy szíves, köszönöm. Tehát, mint mondtam, itt azért most két dologról szól a történet. Van egy országos összefogás, ami azt célozza, hogy ezt a kormányt leváltsa. És elsődlegesen a kérdésnek erre kell irányulni. 10 éve hadba állunk a saját szövetségesünkkel. 10 éve más se hallunk, hogy így Brüsszel, új Brüsszel, amúgy Brüsszel, és minden jó, ami egyébként ezt az országot előbbre viszi, onnan jön. Első feladat ennek a helyzetnek a megváltoztatása. El kell döntenünk, a kormány is eldöntött egyébként, hogy betartom-e azt a szerződést, amit valamikor kötöttem, vagy nem tartom be. Ilyen nagyon egyszerű dolgokat, ha teszünk szerván, de akkor nem vitatkozok vele, hogyha egyszer aláírtam, és akkor nekem a kedvencem egyébként a igazságügyminiszter asszony, aki ilyen nagy kerek szemekkel néz, hogy mi az, hogy jogállam, meg ízért, hát ő ezt nem tanulta. Hát nincs lekint leírva, tehát be kell tartani a szerződéseket. Ez országos program, és nekünk elsődlegesen ezt kell képviselni. Most meg kell értetnünk a mi szavazóinkkal is, akik itt élnek a nyugati határ mellett, hogy hát miért történik mindez? Hogy fog ő menni nyugatra dolgozni, onnan szerzi a jövedelmét? Falvak vannak, aminek a falu lakóságának nagy része külföldön dolgozik. Onnan szerzi be?
ha ez vízunk el, ha kilépünk az EU-ból, hogyha macerás lesz a gazdasági kapcsolat, ez meg fog változni. Hát ezt nem értik, de érteni fogják, meg kell nekik mondani, hogy ez probléma. Az útépítés is ezzel függ össze. Keletre megyek, négy sávon közlekedek. Debrecentől, Nyíregyházától, Ukrajna felé négy sávon megy. Itt meg megyek két sávon arfelé, az államszövetség felé, ahol a gazdasági kapcsolatok jöttnek engem. Két sávon építem az M80-ast. Tehát országos dolgokat helyre kell rakni. És nem igaz, hogy nem értik ezt az emberek, hogy nem lehet nekik ezt elmagyarázni, el lehet magyarázni. Aztán jöhetnek a helyi problémák. De nekünk az igazság az, és ezt a volt jelöltársainknak mondom, hogy a feladat nem az bebizonyítani, hogy mi szakértőbbek vagyunk a mostani, nem a szakértelemmel van a vita. Ők nagyon szakszerűen viszik el az állami vagyont. Egyébként le a kalappal előtte, hogy csinálják. Ezt kell megakadályozni. Tehát nekünk a rendszert kell megváltoztatni elsődlegesen. Aztán jön, hogy hogyan, meg mit, meg hogy ennek milyen folyamányai vannak. De amíg ezt nem rakjuk atyába, nem tudják, hogy mi különböztet meg bennünket a Fidesztől. Jó, akkor utalnék arra, hogy ez azért érdekes beszélgetés, újra elmondom, mert eredetileg három ellenzéki képviselő jelölt ült volna ennél az asztalnál, ugye Ipkovics György, Bana Tibor és Pleva Dániel, de Ipkovics György mind délben megtudta, vagy valamikor visszalépett Pleva Dániel javára, akit egyébként támogat, de mivel azt mondtuk, hogy ezt a beszélgetést így terveztük, és a Gyuri azt mondta, hogy ennek ellenére szívesen részt vett, mi ezt respektáltuk, együtt megbeszéltük, tehát ez egy hármas beszélgetés, ahol három politikus mondja el a véleményét a térségről és a magyar politikai helyzetről, és akkor most Tibori, Bana Tibor a szó, hogy ő miért gondolja azt, hogy most leváltható a Fidesz, és még jobban, hogy V. Német Zsoltot van esélye egy ellenzéki jelöltnek megverni a tavaszi választásokon. Igen. Egyrészt azért gondolom ezt, mert, mint utaltam rá, én országgyűlési választásra egyre jobb eredményt tudtam elérni ebben a választókerületben, és a visszajelzések is mutatják azt, hogy egyre többen szeretnének változást. És ami pozitívum, és ebben azt gondolom mindannyian megegyezhetünk, hogy most jövő tavasszal itt egy jelölt fog majd szembe menni a kormánypárti jelölttel. Persze lehet, hogy különböző pártok még majd így is próbálkoznak, de összességében mégiscsak egy alapvetően egy az egy elleni küzdelem lesz, ami nagyon fontos, és én bízom benne, hogy ez motiválni fogja majd a választópolgárokat, és még inkább elmennek majd szavazni, mert azt látják, hogy nagyobb az esély a változásra. És hát arra utalva, amit Dani említettél, most hát én igyekeztem az elmúlt 11 év során is V. Németh Zsolttal minden szinten felvenni a versenyt, csak ez nehéz akkor, amikor mondjuk a körmendi híradóban még a fogadórámot sem teszik be, holott közpénzből jelenik meg ez az újság. Szerencsére azért van kivétel, mert mondjuk a Gotthár TV vagy éppen a Rába vidék nagyon normális és korrekt módon tudósít, és a Nyugat is ebbe a kategóriába sorolható, de azért összességében mégiscsak azt lehet látni, hogy igencsak korlátozottak a lehetőségek, legalább a Szentgotthárdi Városi Újság a fogadórát megjelenteti, de nagyon mást az sem, vagy csak elvétve. Viszont amivel ezt ki lehet védeni, úgymond, vagy amin ezzel változtatni lehet, az a személyes jelenlét. És én érzékelem azt, hogy a falvakban is, amikor személyesen beszélgetek választópolgárokkal, fiatalokkal, idősekkel, akkor sokkal nyitottabbak, és ott azért meg lehet őket győzni arról, hogy igenis most már itt az ideje a változásnak. Tehát például Szentgotthárdon én azért tudok egy jó eredményt felmutatni, mert nap mint nap ott vagyok, találkozom az emberekkel. De ugyanígy el kell menni a legkisebb falvakba is, tehát Nemesmedvesre, Orrfaluba, amit már Dani említett, Karakóra, de sorolhatnám az összes település. Tehát nyilván fontos Körmend, Szentgotthár, Vasvár, Jánosháza és Őri Szentpéter, de ezeken kívül is mindenhova el kell jutni, és el kell mondani azt, hogy az a cél, és én ezt a vállalást megteszem, hogyha megkapom a lehetőséget és egyéni képviselőként szolgálhatom az itt élőket, akkor nem politikai alapon fognak részesülni a települések a támogatásokból, pályázatokból, hanem igenis az adottságaik, lehetőségeik és szükségleteik alapján. Mert ez a legfontosabb. Nem azt kell nézni, hogy ki a polgármester, tehát lehet például egy nagyon fideszes polgármester egy adott településen, de nekem az ott élőket kell nézni, ez lenne egyébként a mostani képviselőnek is a feladata, de sajnos a gyakorlatban ezt nem láthatjuk. Ezen is változtatni kell. Jött egy kérdés, kell. Amit akkor most fel kell tennem itt Messengeren, ugye lehet tőlünk kérdezni, hogy helybe is majd arra is sor kerül. Azt kérdezi valaki, hogy milyen konkrét eredményeket ért el 11 év alatt, amíg a parlamentben volt és dolgozott. Igen, ezekre már utaltam. És még igen. Egy, hogy vajon miért csak egy új párt támogatja önt, és miért nem a régiek? És akkor e kapcsán jó. Azért, ha már belemegyünk, igen. Majd nekem is lesz még kérdés. Jó, rendben. Örülök ennek a kérdésnek. Ugye utaltam már ezekre az eredményekre. Tehát az egyik, hogy
A Szent Gotthárdi barokk templom kapcsán még 2010-ben elfogadták a költségvetési módosító javaslatomat. Ez annó 100 millióról szólt, aztán lement 82-re, és egy nagyon komoly utánajárást igényelt az, hogy végül is megérkezzen ez a pénz. Hozzáteszem, hogy azóta a Fidesz nem csinál ilyet. Tehát azért ott 2010-ben még előfordult ez, hogy elfogadtak ellenzéki költségvetési módosítókat, sajnos azóta ez nem jellemző. Ugye utaltam a Felsőszölnök két völgy összekötő útra, amit elsőként hoztam elő az új országgyűlésben még ifjú képviselőként 2010-ben, és aztán szerencsére egyébként különböző pártok képviselőivel egyeztetve végül is sikerült ezt előre mozdítani, és megvalósult azóta ez az út, ami nagyon fontos az ott élőknek. Vagy hogy amire utaltam már szintén, tegnap volt egy olyan komoly egyeztetés, aminek ugyan még most nincs meg a konkrét eredménye, de én bízom benne, hogy sikerülhet. Ez pedig a tájvani delegációval való találkozó, ugye nagykövet úr jött, gazdasági igazgató úr és a harmadik titkár, akikkel egy nagyon jó beszélgetést folytattunk, konkrétumokról az ipari parkban, és igenis Szent Gotthárdon is, de egyébként összességében a körzetben, hiszen Vasvára bőven ráférnének az új munkahelyek, de egyébként Körmend esetében is arról kell, hogy beszéljünk, hogy korlátozottak a munkalehetőségek, tehát ezen is változtatni kellene, és hát még számtalan olyan dolog volt, amit meg beadtam módosítójavaslatként, meg nem szavazta a Fidesz, tehát el nem fogadták, de aztán mégis történtek előrelépések. Egyébként az elmúlt napok során is volt ilyen Vasszent Mihály útfejlesztés, bár azért az még nem úgy valósul meg, mint kellene, tehát ez a toldozgatás, foldozgatás nem az igazi, de számtalan ilyen volt, amit beadtam módosítóként, V. Németh Zsolt sajnos pökhendi módon leszavazta a bizottságban, parlamenti szinten, ahol erről szó volt. Aztán pedig azt láttam néhány hét múlva, hogy hoppá, elkezdték csinálni azt a beruházást, vagy elkezdtek mozgolódni. Tehát én azt gondolom, hogy azért lehet eredményeket elérni, még hogyha nehéz is, de nyilván, hogyha fordulna a helyzet és egyéni képviselőként kapnék lehetőséget, akkor pedig ez mindenképpen pozitívabb lenne. De a másik felét sem akarom megkerülni, bocsánat, hogyha, mert ugye volt egy másik fele is a kérdésnek. Nos, én független parlamenti képviselő vagyok, és ezek az egyesületek támogatnak, amelyekre utaltam, viszont az itt élők, a körzetben élők részéről és pártállástól függetlenül, tehát azt kell mondjam, hogy akár szocialisták, DK-szimpatizánsok, momentumosok is egyébként, LMP, Párbeszéd és jobbikosok is támogatnak egyéni jelöltként, mert azt látják, hogy sokat igyekeztem már tenni eddig is a körzetben. Tehát én azért ezt megfordítanám, tehát nem az a lényeg, hogy most melyik párt ad logót, főleg vidéken. Budapesten ennek nagyobb a jelentősége, hanem az, hogy mit látnak, mennyire látják a munkát az adott egyébként szavazók. Egyébként, és most bele kell szólnom, ugye, mert ott jött egy kérdés, igen, amit közben átadtam a Józsinak, ami pont erről szólt, hogy, hogy az utóbbi időben ugye jobbikos volt, aztán nem jobbikos, aztán voltál Józsi út... Igen, csak jó. Tehát mi éppen jobbikon állt először, szombathelyiként akartad képviselni aztán a körmendieket. Engem írja a kérdező, engem mint liberálbolsevik szavazót, mivel tudnál eligazítani az előválasztáson, hogy mennyire tudnád holnap után is tartani magad a jelenlegi véleményedhez, vagy mennyire érzed, hogyha ló nincs, akkor a szamár is jó? Örülök ennek a kérdésnek, és nagyon szépen köszönöm. No hát egyrészt a MIÉP-nek tagja nem voltam, az ifjúsági tagozatnak voltam vezetője fiatal koromban. Nem tagadom meg ezt természetesen, de nyilván nagyon sok kérdést igencsak máshogy látok már azóta, mint annak idején. A Jobbikból valóban kiléptem, ennek az okairól egyébként a Nyugaton annak idején beszéltem, meg jó néhány helyen, de az egyik leghosszabb interjút nektek adtam, és ha minden igaz, akkor elsőként. Március 2. volt, és utána pár héttel volt ez a bizonyos interjú. Tehát én mindig is a térségben élőknek a képviseletét tartottam elsődlegesnek, jobboldali konzervatív politikusként, de amit kérdez az illető, és azért mondom, hogy köszönöm ezt a kérdést, őt is képviselni kívánom, hiszen például ahhoz, hogy Körmenden fejlesztés történjen, bármelyik kis faluban fejlesztés történjen, ahhoz nem azt kell nekem néznem, hogy ki milyen világnézetű, mert mondjuk az utak, járdák fejlesztése, az egészség, ugye az oktatás, Körmendi kórház, Szent Gotthárdi bentlakásos otthona, ezek nem abban a kategóriába tartoznak, ahol hatalmas ideológiai vitákat kellene folytatnunk. Nyilván vannak olyan kérdések, ahol ezt meg kell tenni, és jó is, ha ezt megtesszük. Egyébként az lenne a jó, ha tényleg érdemi vita lenne, mert a parlamentben azt lehet tapasztalni, hogy a kormánypárti politikusokkal nem lehet ilyet folytatni. Tehát 2010 óta vagyok ott, még az első pár évben volt ilyen, azóta ez nagyon minimális, legfeljebb bizottságban, és legalább akkor az ellenzéki szereplők között legyen vita egy-egy kérdésről. De ilyenekről pedig ne legyen, azt gondolom. De nem ezt kérdezte, azt igen? kérdezte a kérdező, igen? hogy mi a biztosíték arra, hogy kedves Tibor, igen? ahol most van, ott is marad.
Igen, ahol, hát most én most épp körben nem vagyok, de egyébként Szentgotthárdon vagyok gyermekkoromtól, és biztos, hogy ott fogok maradni, és a jobboldali konzervatív térfélen álltam mindig, ott is fogok maradni, de a kérdező, aki ezt a kérdést feltette, ő nyilván a másik térfélen áll, úgymond, hiszen baloldali, de egyébként meg mégsem, mert most arról szól a történet, hogy vigyük előre a térséget, váltsuk le a jelenlegi képviselőt, legyen végre érdemi változás. Tehát erre én biztosítékot, garanciát tudok adni, és szerintem itt van a kampányfőnököm, meg a kampánycsapatomból jó néhányan, ugye Bedő Zsolt kampányfőnököm. Szóval az ellenzéki oldalon fogsz maradni? Egyértelmű. Tehát jó, ez fel sem merül. Szerintem azért az elmúlt Annyit kell Dánielnek beszélni most, hogy egyensúlyba kerüljön a dolog. Tehát a kampányfőnököm is itt van, ő tudja tanúsítani, bárki megkeresett, bármilyen ügyben, én igyekeztem segíteni, balról, jobbról, mindenhonnan. Aha, értem. Két emberen is számol lehet kérni. És akkor most Daninak. Akkor válaszolnék a kérdést, hogy miért most van erre esély, hogy erre is elhangozzék a válasz. Szerintem azért, mert az ellenzék most értette meg, hogy együtt kell elindulni. Tehát egy ellenzék jelöltnek kell lennie. És eddig is ugye volt, hogy ki az esélyesebb, azért voltak átszavazások, itt a körzetemben a Tibor volt a legesélyesebb jelölt, így tudott elérni aztán 26%-ot, 27%-ot. Tehát, hogy most, amikor viszont nincsen másik jelölt, hanem tényleg az ellenzékiek tudni fogják, hogy ki az az egy, akiért a minden párt felelősséget vállal, akkor szerintem ez jól segíteni fog abban, hogy tényleg koncentrálódjanak a szavazatok arra az egy jelöltre, aki Fidesz-len indul. Nyilván egy 63%-os Németh Zsolt ellen, ez is csak 37% mínusz Mi Hazánk, mínusz a Polgári Válasz, mínusz a ki tudja micsoda. Na, Mi Hazánk a Fidesztől is vissza talán. Talán. Jó. És ezért kell még ezen extra dolgozni a körzeten. Tehát itt nem elég azt mondani, hogy jó, összefogtunk, nyerni fogunk. Itt összefogtunk, ez az első lépés ahhoz, hogy megnyerhessük a körzetet. És én tényleg megnyerni szeretném a körzetet, nem csak a töredékszavazatokra hajtok, hogy akkor kicsit többen juthassanak be listáról. Nekem nagyon fontos, hogy tényleg a 106. legnyerhető körzetet megnyerjük, elvigyük a Fidesztől ezt a narancsbástyájukat, és mondom, ez terepmunkával fog eldőlni. Az, hogy a pártok megtették az első lépést, ezt a közös indulást, az előválasztást, szerintem ez alapvető volt ehhez. És én ebben látom, hogy ez így ki tud alakulni. Nekem hirtelen az jutott eszembe, bocs, hogy mennyire gondoljátok azt automatizmusnak, és ez hozzád is szól, Gyuri, hogyha mondjuk itt most hirtelen ugye az MSZP jelöltjei, az MSZP azt javasolja, hogy Gyuri helyett téged támogassanak, hogy a választók ezek itt hirtelen teljesítik is a pártnak a kérését. Szerintem ez nem automatizmus, tehát ezek az emberekkel beszélni kell, meg kell őket győzni. Tehát meg kell ismerniük engem, tudniuk kell, hogy tudok-e olyan jó lenni, mint a Gyuri, vagy legalább hasonló, azokat az értékeket tudom-e képviselni, mint a Gyuri. Tehát itt most, hogy mondjam, mi tényleg nagyon hasonló tervekkel álltunk szerintem ehhez a választáshoz. Tehát az, hogy a Gyuri programpontja, amiket már most is elmondott, hogy én ezt tudom-e képviselni, ez egy teljes biztos igen. És hogy tényleg mostantól akkor, hát a választóknak akkor kicsit jobban kell figyelni az én munkámat, az előválasztásig, hogy el tudják dönteni, hogy a Gyuri nyomdokaiba érek-e. Most két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik azt mondtad, hogy a terepmunka nagyon fontos. Miközben terepmunkájás, mit látsz, hogy mik a legnagyobb problémái az embereknek, és mennyire látják reálisan a körülöttük zajló dolgokat. A második pedig az, hogy akkor beszéljünk részletesebben, mert ebben nem mentünk bele, csak a Gyuri említette szinte, hogy ebben a körzetben mit is kellene csinálni, és mik is a legnagyobb problémák. Én a körzet legeslegnagyobb problémájának, ami egy ilyen nagyon összetett probléma, az elnéptelenedést tartom. Az elnéptelenedésnek több oka van, a fiatalok elköltöznek, máshol találnak munkát, az időseknek rosszabb életminősége van, mert nincs rendes orvosi ellátás, nehéz eljutni a házi orvoshoz, nincsen megfelelő bolt, tehát rövidebb ideig élnek az emberek, mint amennyit érdemelnek, meg amennyi járna nekik egy ilyen fejlett megyében, mint Vas megye. Azért itt tényleg ez egy, tehát itt azért elég magas az életszínvonal, itt a nyugati határszélen, és ahhoz képest ez a körzet kimondottan rossz helyzetben van. Tehát én az elnéptelenedést úgy azzal orvosolnám, hogy akkor mondjak is már rá valamit,
hogy a fiatalokat kell hazavonzani. Mert az a népszerűsödés egy ördögi spirál, hogyha kevesebben laknak, akkor kevesebb lesz mondjuk a buszjárat, ritkábban fognak járni, meg mondjuk bezár a bolt, mert nincs forgalom, tehát abban a faluban még kevesebben fognak költözni, tehát még kevesebb busz fog járni, már a kenyereskocsi se fog elmenni, és ezt a spirált kell megfordítani olyan fejlesztésekkel, amivel a fiataloknak a hazaköltözését elősegítjük. Tehát helyben kell munkahelyeket teremteni, például a helyi kisvállalkozásokat kell, helyi kistermelőket kell támogatni, ők nekik közösséget biztosítani, hogy egymással tudjanak árut cserélni, és így egy ilyen kisebb üzemek kialakulhassanak. Fontos, hogy ami a Gyurinak is egy nagyon fontos programpontja, a csatornázás. Olyan településen, ahol nincsen csatorna, ott például sose lesz valami üzem, aminek mondjuk a szennyvizét kezelni kell. Ezek is fontos, tehát a munkahelyteremtés szempontjából ez fontos. Szerintem azért is internethálózatot már mondtam, az otthoni munka lehetőségét is meg kell adni a falvakban, hogy aki tudna távmunkában dolgozni, jelenleg nem sok helyen tud, mert nincsen internet, nincsen mobilhálózat. Tehát, hogy még ezzel is gátoljuk a saját embereinket. És hogy ugye ahhoz, hogy akik ahogy ide költözenek, ugye a közlekedés is mondtam, fejleszteni kell, jelenleg nem korszerű, nincs összehangolva a menetrend, ugye nekünk erre is van egy ötletünk, hogy hogyan lehetne itt Vasháromban is egy igényalapú kisbuszos közlekedéssel sűríteni, és mégis hatékonyabbá, olcsóbbá tenni a közlekedést. Nagyon fontos, hogy az iskolák hogyan vannak. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy minden faluba kell iskola, mert jelenleg nincs elég pedagógus az országban, és egy kis iskolában a gyerekek nem kapják meg azt a tudást, amire szükségük van, de fontos, hogy a megfelelő gócpontokon legyenek iskolák, oda iskolabuszok vigyék el a gyerekeket, és hogy legyen elég középiskola a körzetben. Például Vasváron nyitottunk is egy petíciót, mint már mondtam, hogy a középiskolát nyissák ki, mert Vasvár az egyetlen járás székhely a megyében, ahol nincsen középiskola, mert tavaly bezárták, és a polgármester jelenleg is hirdeti, hogy nagyon jó hotelt lehetne ebből az iskolából csinálni. Ezt egy YouTube videóban tényleg meg lehet nézni, fönt van. Szóval én ezt felháborítanak tartottam, és a helyiekkel ezért elkezdtünk egy petíciót, amit már majdnem 200-an aláírtak amúgy. Szóval én ebben látom, hogy a körülményeket, ha javítjuk, akkor hazajönnek a fiatalok, itt alapítanak családot, ha kicsit nő a népesség, akkor azzal az magával vonja az egyéb szolgáltatásoknak a fejlesztését is. Nava Dániel miért jött haza? Mert ugye az arról volt szó, hogy a fiatalok nem jönnek haza, és ő hazajött. Mert nekem ez egy szerelem. Tehát, hogy én nekem az őrség, tehát ez emiatt. Én mindig is itt akartam tényleg, tehát nekem ez volt a gyerekkorom óta, mindig. Szóval nekem ez egy ilyen érzelmi dolog, nem túl észszerű, és azért szeretném, hogyha több fiatal jönne haza, mert ez egy nagyon-nagyon szép vidék, csak tényleg nehéz annak, aki nem annyira elhivatott, mint én. Szóval, hogy én is meg tudom oldani nehézkesen, de el tudom képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy hát itt nehézkesen meg tudok élni, de mondjuk Szombathelyen meg könnyen meg tudnék élni, mert nem kéne 60 km utazom a szombathelyi munkahelyemig, hanem helyben is találok munkát, akkor ide költöznék többen. És én ezért vagyok itt, mert nekem ez egy ilyen érzelmi dolog, nem észszerűség. Melyik úri ember folytatja? Tibor? Bocsánat. Köszönöm. Röviden nem, akkor. Tehát ez járt. Még Józsinak a kérdésére, ami arra vonatkozott, hogy mennyire automatizmus, erre már utaltam, hogy szerintem egyáltalán nem, hiszen tényleg azt tapasztalom, hogy egyrészt különböző pártok szimpatizánsai támogatnak itt a választókeretben, másrészt természetesen én elsőrendűen Márki-Zay Pétert támogatom, mint miniszterelnök jelöltet, hiszen én azt gondolom, hogy ő a legalkalmasabb, leghitelesebb, és neki van a legnagyobb esélye győzni Orbán Viktor ellen. Ettől függetlenül, ha valaki másra szeretne szavazni miniszterelnök jelöltként, akkor ugyanúgy támogathat, és sok ilyen jelzés is érkezett, hogy valakinek más miniszterelnök jelölt volt a kedvence, vagy benne látta azt, hogy fel tudja emelni ezt az országot, attól még egyéniben engem tud támogatni majd az előválasztás során. És az előző kérdésre csak egy fél mondatban visszautalom, mert én nem is értettem, hogy akkor ott mire utalt a kérdező, mert fel sem merült ez bennem, de akkor egy történetet azért elmondanék, hogy 2020-ban a kilépésem után, a Jobbikból való kilépésem után, hogy lássák az itt ülők meg az interneten ezt a vitát követők, hogy hogyan működik a Fidesz, megpróbáltak azért engem is behúzni, és ezért is írtam azt egy szórólapomra, hogy én megvásárolhatatlan vagyok, mert voltak bizony ilyen kezdeményezések, a Fidesz volt, így van. Tehát a Jobbikból való kilépésemet követően, most a részletekben nem megyek bele, de volt ilyen megkeresés a Fidesz részéről, hogy esetleg akkor majd úgy kellene mozgolódni, szavazni egyebek, és én ezt határozottan elutasítottam egy másodperc gondolkodás nélkül.
Hát ott aztán ebbe bele sem mentünk. Pozíciót vagy pénzt? Első körben még csak az volt, hogy akkor próbáljak errefele orientálódni, és aztán utána gondolom kiderült volna ez, de miután én lezártam ezt a dolgot egy másodperc után, elmondtam, hogy köszönöm szépen, ez semmiképpen. Nem voltál rá legalább kíváncsi, mit adtok fiúkra? Nem volt meg a nyitottság ezzel kapcsolatban bennem, tehát egyáltalán pedig nem. Legalább akkor és most akkor tudnánk, hogy mennyit ér egy parlamenti képviselő. Lehetséges. Szerintem vannak, akik tudnának erről mesélni, hogy egy egyszerű példát mondjak, Volner János biztos, hogy tudná erről mesélni, bár ő a jobbikos időszakban is már elég érdekesen mozgott a kezdetektől, úgyhogy sokan láttuk azt, hogy ott vannak gondok. Ő ugye most már egyértelműen a Fidesszel közösen mocorog, és sokszor konkrét feladatot adnak neki kormánypárti oldalról. De egyébként a térség problémáira utalva, ugye a munkahelyteremtést már említettem, annak a fontosságát, aztán nyilván rengeteg kis település, apró falu ebben a választókerületben, úgyhogy a buszjáratok sűrítése az mindenképpen ide tartozik. Elsősorban hétvégenként, hiszen ott nagyon sokszor korlátozottak a lehetőségek. Csatornázásról volt szó, csapadékvízelvezetésről volt szó. Annyi pozitívum, hogy ezekre a mostani uniós költségvetési ciklusban lesz végre pénz. Sokáig ugye azért is mondták azt, hogy hát nem nagyon lehet, mert csak magyar költségvetési pénzből tudtunk, úgyhogy lesz majd pénz, és nyilván, hogyha egy más hozzáállású kormány lesz, akkor sokkal inkább tudunk majd ilyenekre is költeni, én ebben bízom. Utak, járdák kérdése, ugye egészségügy, oktatás témáját említettük. Ugye a főútvonalakat Gyuri is mondta, hát valóban nonsens az, hogy Orbán Viktor itt Körmenden ígérte meg kétszer is, hogy kétszer kétsávos lesz az M8-as, vagy most már M80-as, és ehhez képest kiszúrják a szemünket ezzel a kétszer egysávval. Persze elkerüli a falvakat, de hát balesetveszélyes és elképesztő, hogy ehhez úgy adják elő, mintha ez valami hatalmas teljesítmény lenne. Persze az alsóbb rendű utakra ugyancsak ráférne számtalan felújítás, és én a bicikli utak kérdését még idehoznám, mert az őrségben szükség lenne rá, ugye rengeteg turista érkezik a helyieken túl is, és egyszerűen sok esetben csak nagyon veszélyesen tudnak közlekedni, de egyébként a falvakban, városokban is ez problémát jelent. És ha már Körmenden, itt a szülészetnőgyógyászat, aktív belgyógyászat visszaállítása egy fontos programpont, ugye Gotthárd esetében a bentlakásos idősek otthonáról beszéltem, a vasvári elkerülőt is említhetem, csak belekapva egy-egy témába. Ezt is egyébként Vénémet Zsolt nem támogatta, amikor beadtam a parlamentben, holott ez már nagyon régóta húzódik, vagy éppen Jánosházán a piac korszerűsítése, vásárlási lehetőségek bővítése. És ha már környezetvédelem, természetvédelem, akkor azt aláhúznám, hogy nekem ez szívügyem, viszont az őrségben, az őrségi nemzeti park működésével kapcsolatos visszásságokat mindenképpen meg kellene szüntetni, és az őrségiek érdekét középpontba helyezni, mert sok esetben nagyon életszerűtlen módon működik ez, ezen változtatni kellene. Korábban is tettem már lépéseket ennek érdekében, és ígérem, hogy ez a jövőben is így lesz. Gyuri, akkor én hadd kérdezzek valamit aztán majd, hogy ezzel a visszalépéssel, ha már itt vagy, ezt meg kell kérdeznem, az aktív politikai pályafutásodat befejezted, vagy gondolkodsz rajta, de majd a Nyugaton egészen biztos vagyok, hogy egy nagy interjú is meg fog jelenni erről, de meg kell kérdeznem tőled, mit gondolsz most? Hogyan tovább? Van-e még neked aktív közéleti szereplés? A dolog úgy működik, hogy én ezt nem szoktam tervezni. Megtalálnak a feladatok, az az igazság. És most már említettem, hogy köszönöm a Körmendi szervezetnek, hogy engem megkeresett. Valószínű, hogy találnak feladat. Én nem keresem a feladatot. Szeretnék nyugodt kutyás, macskás, maximum állatorvosi problémákkal küzdeni, de ez nem szokott bejönni, az az igazság. És nem ez az utolsó választás, lesznek itt önkormányzati választások, és azt látom, hogy egyrészt a családom, és tisztelte is megköszöntet, én is megköszönöm a támogatásokat ehhez az egész dologhoz, hogy egyáltalán a mostani állapotban ilyet elfogad a feleségem, a lányom, és támogatnak. Köszönöm a bizalmát a körmendieknek, és ahogy látom, én a körmendi életet egy kicsit megpezsdítettem. Tehát ezzel az egész dologgal... Hát meg elméletileg még a Dani mellett fogsz is kampányolni, tehát akkor hát még itt eszembe nem fejeződött be ez a dolog, igen. Az tény és való, hogy egyszerűen az ember ugye megígérte a bocsoknak, hogy akkor ez lesz a vége. Kicsit pofozgatja őket, igen.
ha győz a valamelyik jelölt a kettő között, nyilvánvalóan teljes merszélességgel beállok mellé, és kampányolok az ő érdekükbe, és ugyanis, mint mondtam, nekem nem ők az ellenfeleim, félreértés ne essen, a Fideszt kell közösen legyőznünk, és azért megy az egész Herceg-utca, hogy kiválasztódjon közülünk legjobb. Ha már nálad a mikrofon, ne tedd le, ugyanis kaptál egy kérdést, amire egyébként megkaptuk a választ, megadtad már a választ, te is, meg itt beszéltünk már róla. Csak azért tisztázzuk, mert úgy látszik, hogy nem mindenkinek teljesen tiszta, hogy azt írják, hogy felmérések szerint Balat Tibor az esélyesebb jelölt. Ennek ellenére miért Pleva Dániel javára lép vissza Ipkovics György? A pártom ezt a támogatást vállalta be. Ezt elmondtam az elején. Hát támogatom Pleva Dánielt, és gondolom én, Pleva Dánielék meg támogatják Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltségét. Bízom benne, hogy az a döntés született. Ezt a döntést nem csak itt a helyszínen hozzák meg, ezt meghozták az országos pártközpontunkban, még fegyelmezetten végrehajtok. Eddig se volt veszekedés köztünk, ezután se lesz veszekedés köztünk. Ez van, tanulni kell mindenkinek az előválasztási rendszert. Az előválasztási rendszer azzal jár, hogy nem 3-4-5 jelölt áll szembe a Fidesz, hanem egy. Hát azt az egyet valahogy ki kell választani. Vagy választás útján, vagy a pártok józan önmérséklete vezet oda, hogy visszaléptetik a jelölteket. Ez utóbbi történt most. Ezt fegyelmezettet tudomásul lehet venni, aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk el ezzel. Ez egy tanulási folyamat. Jó, köszönöm. Két kérdés érkezett. Jó. Környezetvédelmi problémák. Tehát mik azok az őrségben? Az utoljára ez a MOL-kút volt, de azt hiszem ez lecsendesedett, hogy láttuk el. Visszalépett a MOL, hogy nem akar. Ő nem az én javamra. Dani, mélységesen szomorú, hogy van még Magyarországon, aki nem lépett vissza a javára, úgyhogy mindenki, aki vissza akar lépni Dani javára. Igen, tehát hogy vannak-e olyan környezetvédelmi problémák, amik sürgős megoldásra várnak, és a másik az majd utána, még ez a kettő lesz aztán szerintem a záró, hogy miből gondolják azt, hogy egy tömbbe fog majd állni az ellenzéki szavazóbázis 2022-ben, de ezt már részben érintettük. Akkor beszéljünk egy kicsit a környezetvédelmi problémákról, Dani és a Banaszot összevontam, ez a nyelvújítás. Tehát először a Dániel, aztán a Tibor, viszonylag röviden próbáljuk, és akkor utána pedig szerintem lezárjuk a beszélgetést. Remélem, hogy mindenki azért látotta az itt jelenlevő politikusokból annyit, hogy megkönnyítettük neki a döntést. Dani, parancsolj! Akkor a környezetvédelemről röviden. Ez nekem egy nagyon sarkalatos, fontos pontom. Ez egy kicsit inkább országos, úgy azért nem emeltem ki a helyi ügyeknél, de a helyben is nagyon sokat tehetünk érte. Én, mivel nem vagyok még képviselő, és nem voltam polgármester sem, nem tudtam olyan aktívan politikusként részt venni, de például a saját kampányomban is én lebomló szórólapot, újrahasznosított szórólapokat és lebomló tollakat osztogattunk. Amúgy tehát a kampányanyagom az nem az enyém. Ez a Banat Tiboré, igen. Tehát, hogy én kartontollakat osztogattunk. Van olyan, hogy kartont? Azt tudok is majd adni, az van nálam. Szórólapot nem hoztam sajnos. Na hát. És újra papír szórólap, ami másfélszer annyiba került, tehát kevesebbet tudtam nyomtatni, de nekem fontos volt, hogy újra papír legyen. Tehát én már a kampányomban szerettem volna jelezni, nekem ez egy fontos ügy. És azért is, mert szerintem az őrség és a Vasihegy, hát a Rába völgy egy fantasztikus, egy gyönyörű természeti adottságokkal bíró terület, viszont nagyon sérülékeny, és a globális felmelegedés itt fogja talán először éreztetni a hatását az országban, hogy ennyire sérülékeny, ennyire ezek a nagyon sok jégkorszaki reliktumfaj van itt. Tehát ami a jégkorszak után itt ragadt, ha most még melegszik az idő, ezeket el fogjuk veszíteni, a bükköseinket el fogjuk veszíteni. Itt 10 éven belül erdőtüzek várhatóak, hogyha így folytatjuk. Tehát, hogy tényleg itt komoly problémák vannak, és ezért álltam ki a MOL-kút ellen is, többször is, voltam a helyszínen is, voltam a MOL-nak a székházában is, nem fogadtak, de ott voltam. Szóval... Verték az ajtót? Hát ott próbált, de hát, hogy nem is tudtak, mindegy, arról a cégről, ami elvileg ezt vezette, nem is tudták, hogy oda van bejegyezve, tehát, hogy fura volt az egész. És
Szóval, hogy én ezt globálisan szeretném megfogni, és itt helyben is tennünk kell érte, például, hogy nem fúrunk újabb földgázkutat, és például úgy, hogy korszerűsítjük a házakat, lakásokat. A Momentum programjában az van, hogy évente itt a körzetre jutva mondjuk 1000 lakásnak a szigetelését korszerűsítenénk, hogy alacsonyabb legyen a rezsi, és kevesebb legyen a kibocsátás ezáltal. Hogy szeretnénk évente 500 lakás napelemekkel felékesíteni, hogy ezek a házak is ugye zéro széndioxid kibocsátással működjenek, és évről évre egyre több ilyen legyen. Ugye nagyon nehéz, ha van a pártnak egy ilyen nagyon előremutató környezetvédelmi programja, ugyanakkor meg az a vidék, akinek az érdekeit képviselni akarja, sokkal lentebb lévő dolgokkal kínlódik még. Tehát nehéz megmagyarázni valakinek, hogy neki környezetileg lebomló tolla legyen, mikor neki az a legnagyobb problémája, hogy mondjuk nincs egy busz, ahova bejárhat a munkahelyére. Tehát nagyon nehéz ezeket összefésülni. Rissz-Szentpéteren konzultáltam ott élőkkel a kútról, és meglepődtem, hogy akik őslakosok, ők azt mondták, hogy hát jöjjön, hát majd fizetnek jövedéki adót, valamit, nekünk jó lesz, úgy lesz egy új játszótér, valami új járdák. A gyűjtmentek viszont ugye azt mondták, hogy mi azért jöttünk ide, mert nekünk ez a zöld környezet, ez a nemzeti park, ez számít. Szóval, hogy itt van is egy kis konfliktus szerintem a helyiek között is, de szerintem fontos lenne, hogy mindenki megértse, hogy egy bolygónk van. És hogy tudom, hogy vannak, nekem is vannak napi problémáim, és néha nekem is nehezemre esik, hogy akkor most még ezt is a szelektívbe elmosogassam külön műanyag. Tehát, hogy így tényleg nehézkes, de hogy ezt meg kell tennünk, amit meg tudunk, és az is fontos, hogy ezt felülről kell vezetni, mert az emberek maguk nem fogják tudni megoldani a globális felmelegedés problémáját, itt a nagyvállalatoknak és a kormányoknak felelősséget kell ebben vállalni. És az új kormány, én tudom, mert olvastam a közös programot is, hogy az új kormány az figyelembe fogja venni ezeket a problémákat, és segíteni fog abban, hogy a országos szinten csökkentsük például a károsanyag kibocsátásunkat. Próbálok akkor röviden válaszolni, mert kicsit már elszaladt az idő. Tehát egyrészt én is azt gondolom, hogy a saját életünkben is nagyon fontos, hogy tegyünk a környezetünkért, akár szelektív hulladékgyűjtésről beszélünk, vagy hogy másik személyes példát említsek. Szent Gotthárdon feleségemmel zöld energiás lakásban lakunk, tehát azt gondolom, hogy az a jövő, hogyha ebbe az irányba tudunk elmozdulni, és ez mindenképpen nagyon pozitív, de szóltam már a bicikliutaknak a kérdéséről is, vagy éppen arról, hogy a közösségi közlekedést is erősíteni kellene ebben a választókerületben, és ezek mind-mind a környezetvédelem, természetvédelem irányába tudnak majd hatni. Egyébként a lakóházak energiahatékonysági korszerűsítését magam is előhoztam már az Európai Ügyek Bizottságában több alkalommal, mert voltak erre pályázatok, de sajnos főleg intézményeknek adták ezeket, holott ugye a lakóházakat is érdemben korszerűsíteni kellene. Viszont egy vitapont azért van itt köztünk, mert igen, én azért abból indulok, hogy természetesen örömmel vesszük azt, hogyha valaki ide költözik. Szeretettel fogadjuk, sőt örülünk neki, hogyha ezáltal nő a népesség, és minél többen érkeznek ide, és hazájuknak tekintik majd ezt a térséget. De azért az őrségben mégiscsak az őrségiek vannak otthon, akik tőzsgyökeres őrségiek, és például ők nap mint nap szembesülnek azzal, hogy igen, az őrségi nemzeti park sokszor túlterjeszkedik a hatáskörén, és olyan dolgokat mondanak nekik, amik szerintem sem tarthatóak. Tehát a környezetvédelem, természetvédelem fontos, de nem véletlen azért, hogy az őrségi ember évszázadokon keresztül, hiszen aki ismeri ezt a területet, tudhatja, hogy ott tényleg generációkon keresztül éltek emberek, mindig megtettek mindent a környezetükért. Tehát nem kellene azért olyan szabályozást hozni, ami már teljesen életszerűtlen és az ő lehetőségeiket korlátozza. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem szerencsés, és az meg, hogy ott együtt tudnak élni azok, akik úgymond gyűjtmentek, ahogy Dani is fogalmazott, és a helyiek, az meg nagyon jó. Mi is örülünk annak, hogy például Szentgotthárdra is sokan jöttek dolgozni, akár Kelet-Magyarországról is, meg Budapest környékéről és más távolabbi megyékből. De hát, hogy más nem mondjuk a feleségem és Bács-Kiskun megye, és nagy szeretettel fogadták a helyiek, tehát senki ne értse félre, de mégiscsak azért azt gondolom, hogy azok, akik az adott területen már hosszú idő óta élnek, ilyen szempontból elsőbséget kell, hogy élvezzenek. Dani, szorgalmasan érzeteltél, igen? Egy mondatban. Egy mondatban, hadd reagáljak, csak hogy én látom azt a problémát, mondasz, hogy túlkapások vannak, a szabályozás tényleg elég szögletes, és ebben is a mezőgazdasági
támogatáson is be szeretnénk változtatni, hogy inkább teljesítmény alapú legyen, és ne ilyen előjárás alapú, hogy akkor, ha itt ennyi sávot kell hagyni, annyi sávot. Még egy fél mondat, itt voltam az Örségi Nemzeti Park Magyar Tarka állományánál nyári gyakorlaton az egyetem alatt, és ott is mondták, hogy Natura 2000-es területen mindenki imádkozik, hogy nehogy megszólaljon a haris, mert ha a haris megszólal, akkor abban az évben azon a területen nem lehet kaszálni, nem lehet semmit csinálni. Bocsánat, nekem tudnom kell neki az a haris. Ez egy madár, bocsánat. Elég ritka madár. Viszont van az állomás is. Igen, és hogy a haris meg ne szólaljon, mert akkor itt nem lesz termény idén. Ja, mert igen. Akkor védeni kell igen, a fészkelési területét. Igen, mert valószínűleg, ha meghallják, akkor lehet, hogy ott fészkel, akkor a harist védeni kell. Szóval... Nehéz ez a dolog. Igen. Hogy egyeztessük össze az életet, meg azt, hogy a harist védeni kell. Tehát ez egy nagyon komoly, azt hiszem, a mai világunkban. Egy mondat mindenkinek a végére, jó? Gyuri. Egy elköszönő mondat, és akkor jönnek az urak. Hát nekem annyi maradt a feladatom, hogy megköszönjem mindenkinek az etiki támogatást, és annak a bejelentése, hogy nyilvánvalóan Plevadanit fogom támogatni, és az ő sikeréért fogok küzdeni. Én ezt a feladatot kaptam, ezt végre fogom hajtani. Köszönöm a figyelmet. Én arra buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt az előválasztáson, ez a legfontosabb. Tehát szeptember 18-a és 26-a között legyünk ott minél többen, szavazzunk itt a választókerületben, Körmenden, Szentgotthárdon, Vasváron és Jánosházán lesz erre lehetőség, az utóbbi két helyen mindössze két-két napon, de Körmenden és Gotthárdon végig, hiszen akkor lesz komoly legitimitása mind a miniszterelnök jelöltnek, mind a képviselőjelöltnek, hogyha sokan ott leszünk. Úgyhogy én kérek mindenkit, hogy buzdítsa családtagjait, rokonait, barátait, ismerőseit, hogy menjen el erre a szavazásra, az első országos előválasztásra itt a körmendi választókerületben, és kérem, hogy támogassanak, hogy végre elindulhasson ez a térség felfelé. Írjunk sikertörténetet, térségünk sikertörténetét. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet! Én köszönöm szépen még egyszer az minden jelenlévőnek, hogy eljöttek. Nekem nagyon, nagyon érdekes élmény volt, hogy bemutatkozhattam személyesen és a otthon ülők számára is. Ez egy hatalmas élmény volt. Még egyszer köszönöm, és köszönöm Ivkovics Györgynek a támogatást, és tényleg számítok rá, mert szükség van az ő tudására és tapasztalatára. Én is arra buzítok mindenkit, hogy az előválasztáson jöjjenek el szavazni, mert minél többen vagyunk ott, annál inkább megmutatjuk, hogy tényleg mi a lakosság akarata, és hogy kettőnk közül akkor válasszák ki azt, akik nekik szimpatikusabb. És köszönöm szépen. Én is ezt tudtam volna mondani végszóként. Úgyhogy én köszönöm önöknek, akik itt voltak velünk, meg köszönöm nektek is, akik a Facebookon, illetve a YouTube csatornákon keresztül néztek majd bennünket. Ez egy különleges beszélgetés lett. Köszönöm Ivkovics Györgynek, aki annak ellenére itt volt velünk, hogy visszalépett, de úgy gondolta, hogy ezen a beszélgetésen itt kell lennie. Örülünk neki, sokkal érdekesebb lett ettől ez a beszélgetésen, azt hiszem, meg egyébként is örülünk, hogy itt volt. Köszönöm Bana Tibornak, hogy én itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm Plava Dánielnek. Sok-sok maradt még bennem, vagy remélem egyszer azt is el tudom megkérni. Pedig elég hosszú beszélgetés igen, volt. Igen, nagyon jó igen. Volt. És köszönöm Szilágyi Józsi kollégámnak, hogy kérdezett és ő is segítette a beszélgetésünket. Köszönöm nektek a figyelmet, Roznár Gyöngyi voltam én, és közlöm veletek, hogy lesz még egy harmadik előválasztási beszélgetésünk is jövő csütörtökön, amikor Sárvár és Celldömöl környékének a képviselőjelöltjeit szólaltatjuk meg, és próbálunk segíteni nektek abba, hogy eldöntsétek, hogy ki is legyen a közös ellenzéki képviselőjelölt. Köszönöm, urak és hölgyek. Sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük!